Pénteken, azaz holnap veszi kezdetét Kalocsán a 29. Paprika Fesztivál. Ennek okán felpezsdül a városban az élet, és rengeteg autó fog megfordulni a településen, legfőképpen a belvárosban. Így módon kisebb dugókra, esetleg torlódásokra lehet számítani az Érsekkert környékén. Útlezárásokra semmiképpen nem kell számítani, inkább arról szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy hol célszerű parkolni, hiszen ilyenkor mindig parkolási nehézségek vannak. Az első az, hogy az Érsekkertbe bejönni nem lehet, tehát a belső parkolóban most vidám park van. Tehát itt a Magtár utca felől csak gyalogosan tudnak bejönni. A közelebbi városrészek lakóinak érdemes inkább gyalogosan elindulni, vagy kicsit távolabbi helyeken a járművüknek pihenőhelyet keresni. Hol lehet parkolni? Parkolni ugye ott a Csillás Park, amire sokan azt mondják, hogy hát ez egy kicsit messze van. Én javaslom, hogy tegyék le ott az autókat. Azután egy új elem, kalocsaiak tudják. Itt a Martinovics utca végén van az úgynevezett kutyakiképző pálya. Rendbe tette a parkgondozó Kft. Rengeteg parkolóhely áll ott rendelkezésre, és az érsekerti sétánynál, a hátsó kapunál, az pont oda nyílik, a hátsó rész, ott gyalogosan be tudnak jönni, és viszonylag közel le tudják tenni az autóikat. A sportcsarnok melletti parkolókba a kézműveseknek, vendéglátósoknak a járműveik parkolhatnak csak. Ezen a területen polgárőrök segítik, irányítják az arra közlekedőket. A Dózsa György szakközépiskola előtti parkolóban a helyek a főzőknek lesznek fenntartva. Tehát ami marad a fesztiválra látogatóknak, az a Kunszt József utca, a sportcsarnok előtti rész, a Csillás Park, a Fő utca, a Kutyapálya. Én arra kérek mindenkit, hogy óvatosan vezessen, nagy lesz a forgalom a városban, éjszaka, sötét is lesz, tehát vigyázzunk egymás testi épségére, egymás autójára, inkább egy kicsit távolabb tegyük le, és akkor gyalogoljunk be ide a kertbe kényelmesen. Megkérdeztük a szervezőket, lehet-e számítani fokozott rendfenntartó jelenlétre a fesztiválon, esetleg a városban. Az Érsekkert területén fokozott rendőrségi jelenlét lesz, nagyon sok rendőrrel. A biztonsági szolgálat is itt lesz 15 fővel. Hogy az utakon mennyire jelenik meg ebben az esetben a rendőrség, erről nekem nincs tudomásom, de feltételezem, hogy igen, hiszen tudom, hogy Halasról is vezényelnek ide embereket.